azt, amit akar, hogy tudjam, meg ne is, azt éjjel szoktál elmondani, amíg alszom. Én már sokat álmodtam magával Bohumil, úgyhogy maga tudja, van, hogy az ember nem tud aludni, forgolódik, sóhajtozik, és reménykedve nem nyitja ki a szemét. Ő meg csak mondta, hogy az ember házat épít magának, jól van, ház, otthon, hajlék, jól van, anyák, matrónák, asszonyi erő, jól van, de hát téged nem izgalomba hoz ez az egész rohadt építkezés, ahogy törülöd az öreg asztalokat, a megmarkolt fogantyúkba ömlő erőt, meg egyáltalán. Az épülés maga, látni a növést tégláról téglára, tudom, a testedből növelted, vérrel, verítékkel, minden szeglet ismerős, a győzelem és megalkuvás szegletei, és büszkén simítasz végig a frissen meszelt falakon. Elhallgatott. Mindig meglep, hogy akkor is fogalmaz, amikor egyedül van, vagy azt hiszi, egyedül van. Akkor föltérdelt. Én ilyetten megfeszítettem az izmaimat, mesztelenül föltérdelt, kiabált. Én itt csak egy segédmunkás vagyok, tudom, azért hagysz egyedül, de nem vagyok hajlandó ajtótokokra, meg fertgerendákra féltékenykedni. Érzem, hogy ezek téged kielégítenek. Nincsen semmire szüksége a testednek. Rám nincs szüksége a testednek, és ebben nem fogok belenyugodni. De akkor már acsarogva rázott, én meg nevetséges. Úgy tettem, mint aki nem ébredt föl, mintha ájultan alélnék egy férfi karjaiban, a fejem, a kezeim verődtek ide-oda. Úgy tettem, mint aki rosszat álmodik, mint aki támában megerőszakolnak. Így tettem, Bohus. És nem éreztem semmit, mert el kellett tényleg aludnom, hogy másnap kiérjek hajnalra a solymári téglagyárba, és el is aludtam könnyen. Tehát múlt az idő, és jó, hogy ez így történt. Mert valahova Markos legények segítségével be lehet költözni egyetlen nap alatt, de valamit belakni. Ahhoz idő kell. Idő, míg magamhoz idomítottam a házat, vagy ahogy a tárgyak megtalálják a helyüket, az a lassú, szép vándorlás, akár egy természeti tünemény. Otthon lenni. Az érettségi találkozón 20. az osztályfőnök úr emlékezett, hogy az uram már annak idején is itt lakott, és mosolyogva azt mondta, aha, akkor te itt is fogsz meghalni. Az uram nem tudott mit válaszolni, ő is mosolyogni kezdett. Ülve egy padon a belvárosban, szuszogtam, mellém telepedett egy öreg asszony. Vonzom őket, mindig van körülöttem néhány. És mutatja a Vörösmarty teret, a Váci utcát, hogy nézzem, mit csináltak ebből a városból. A legjobb esetben egy Patyomkin falut. Pedig higgyem el, Budapest fantasztikus város volt. Itt jó volt élni, kislányom. Szerettem járni az utcákon, szerettem vásárolni, nézelődni. Azért, mert fiatalnak tetszett lenni, persze, hogy tetszett, de nem azért. Hanem mert ez egy igazi város volt, mint Párizs vagy Berlin. Igazi város, igazi emberekkel. Magának Bohusek Prága igazi város, látom. Nekem Budapest nem az. De majd fölidézem magamban a Kogutovic Manó színeit. Majd én leszek magának ez az öregasszony. Magához öregszem. Nekem itt nagyon massza a derékfájása. Ne reménykedjék, maga nekem daliás. Elhitetem magával, hogy itt van a tenger. Kitágítom a Dunát, elemi kötelességem. Kiülünk ennek a pesti tengernek a partjára. Budapest a róla elnevezett tengerpartján fekszik halászati központ. Híres a langusztája, amelyet a magyarok gulyásnak hívnak. Ott langusztáznánk, könnyű hideg fehérborokkal, illetve olykor pörköltet is ennénk meg, knédlis, micsodát, repzsové, knedlik, zili, nehogy ránk fogják, hogy nemzetietlenek volnánk. A tengernek az a leglényege, hogy mindig más. Más a partról, és más a csónakból. Más, ha egyedül, és más, ha valakivel nézi az ember. A bizonytalankodás belőlem indult ki, ahogy a bizonyosság is belőlem szokott volt. Nem jelez a testem, nem nyugodt, akkor hát mi van? Mi a helyzet? Nem tudom. Nem a lelkem, nem az erkölcsöm, nem én, a testem. Az hagyott cserben, az nem szól. A többi gyereknél örült minden porcikám, újjongott, világosabb lett a szobám, lement a hús ára, az utcán megfordultak az emberek, a nők irigykedve sziszegtek, a férfiak remény nélkül sóvárogtak, elterelték a buszjáratokat. Dél-Amerikában árvizek, meg szárazság Indiában, érti, Bohumil, megváltozott a világ. A CIA-ből irodalmi önképzőkör lett, és tutinhiteles Isten bizonyítékok kerültek elő Bakuból. Most borzongok, állandóan libabőrös vagyok, libabőrzök, és pattanások nőnek rajtam, és újra érzem a szülési fájdalmakat, és amikor zuhanyozáskor a mellemhez értem, és nem éreztem semmit, mert olyan volt, mintha lefagyott volna, közömbös, bődni kezdtem. Én nem akartam, senki se akarta, ki akarta, akkor meg miért?
Az fordult ellenem, akivel talán a legmeghittebben voltam, a testem. Áruló testem, ne adj el! Igaz, hogy a hrabál azt jelenti kapar. Na, ebben nem vagyok hajlandó belegondolni. Hrabálok maga után, kicsi szívem. Ki hrabálnak? Volnék egy első hrabálos leány. Hrabál is hrabálccal. Na. Talán arra vágytam, hogy az orromon átmenjen el a gyerek. Napok óta hevesen imádkozom. Akár a nyári zápor, csak rosszul, mint egy handlé. Pedig imádkozni kell. Az imádkozás nem úgy hoz megváltást, hogy megváltozik a világ, vagy fénygyúl az agyunkban, hanem azon a dermedtségen változtat szemernyit, amely tökéletesen mozdíthatatlannak mutat mindent. Kilátástalannak. Mindezt azáltal, hogy bennünk történik valami kicsi, radikálisan jelentéktelen talán, nem több, mint a suta szándék az imára. Semmi nem történt. Reggelenként misére jártam, kerestem a csöndet és megfelelő passzusokat a Szentírásból, ne aggódjatok kicsinyhitűek, stb. Kirándultam hegyekbe, sziklára ültem, oromra, mindent kipróbáltam, a tengert kivéve, azt magának tartogatom, édesem. Mindent, ami a végtelenre kormányozhatna engemet, böjtöltem, megtagadtam tőle a testem, igaz, nem is kértem, mint a testvérek feküdtünk szorongva idegesen. Bós döntöttem. Álmomban maga én voltam, és így szóltam hozzám, magához, vagy fordítva. Álmodj, kérlek egyszer te is rólam, meglátod, álmomban meghálálom. Holnap. Akkor tehát holnap. A délelőtt. Terikét az anyósomtól örököltük, az apósom nagy hatással volt rá. Doktor úrral, mi van, fessember? Szokta kérdezgetni, nagyon tud takarítani. Kicsit félek tőle, mindig az van, amit ő akar. A könyveket gyűlöli, porfogók, egyenként gyűlöli a könyveket, úgy beszél róluk, mint közeli ismerősökről. Hol van az a három szemét, Kosztolányi? A novellás kötetekre gondol. Gyere, kis celiném! Utazás az éjszaka mélyre. Gyere csak, ne félj Terikétől! És úgy pofozza a könyvet, mintha tényleg tudná kiszélni. Két éve egyszer egy vékony, kopott férfival jelent meg. Gazdaszonyomnak hoztam a pótlást, aztán a Feri bácsi dolgozik itt helyettem. Azóta ketten jönnek. Terike leül, megisszák a három üveg sört, beszerezni az én feladatom, és dirigálja a rezege férfit, aki a bácsi ellenére egy jó tízessel fiatalabb, mint ő. Egyszer előhagytam egy konyakos üveget, és Terike berúgott. Ahogy megjöttem, azt mondta, gazdaszonyom persze szereti a kárót, majd megbánja. Feri bácsi abba hagyta a takarítást, lesütött szemmel bocsánatot, kért tőlem, összepakolta a nagy darab szekrény, azt mondja, Terikén pici életem mennünk kell. És azt hagyta is, tereljék, akár egy maga tehetetlen együgyűt. Én ma a gazdaszonyomat a bizalmába, illetőleg az én bizalmamba avatom, mondta nekem, amikor megérkeztem a bevásárlásból. A Feri bácsi buzi, de lássa Annikám, jó ember, csöndes, nem iszik, mi kell más? Én 12 éve nem élek házas életet, minek hiányzik a rossemnek? A Feri bácsi rendes ember, van egy fiúja, ez diszkrét, én megértem, tudja nekem, mi volt a házas élet, a pokol, csak szenvedés. Mindig terveztem, olyan rohadt forró magja volt az uramnak, rohadna meg a sírjába is. Más is kibírta, azt mondta, lelökni se lehetett, csak úgy ragadt az ember testére az a szőrös teste meg a lőcse, hajcsattal kapartam el többször, akkor aztán megelégeltem és kitiltottam, azt mondta, abba ő belehal, ha nem bújhat el a lábam között, belehal. Hajjá, csak mondtam, az egy okos dolog. Meg is halt, hogy ebben nem hiszem. Nem becsültem én őt semmire. Az nem érdekelt, hogy idegenbe hordja a káróját. Egyszer becsültem egyetlen egyszer 48 nyarán, mert ejtőernyős tiszt volt, és a hülye ráugrott a parlament csillagjára Szent Istvánkor. Fölnézek a parlament gyönyörű kupolájára. Nézd már, Terus, nem elte uradazott a parlamenten. Na, akkor becsültem, akkor egyszer. Látom magam előtt a hajcsatokat. A különböző alakú, új, régi, rozsdás hajcsatokat. A sok vért, az összes asszony összes vérét, a vérrögöket, a nyálkát, a plazmás vérlemezeket, ahogy csúsznak széttárt combjaikon. A szétfeszített combjaink, a sírásaink, melyekre senki se kíváncsi, az elrontott testek, a hegek, forradások, sebek. Ledöfött hugaim, nővéreim és én, élő halott. Ez se volt egészen valóságos. Mint ha valaki másról gondolkoznék, mint ha mindez rám nem lenne érvényes. Tényleg elveszítettem magam, én nem találtam senkit, akire rámutathattam volna, hogy te. Az uram szerint fölösleges ablakot pucolni. A tiszta ablak természetellenes, az úgynevezett piszkos ablak viszont organikus. Hülye. Van bennem a gyomromban, vagy a vállamban, vagy
nyilván az ölemben valami kicsi öklömnyi, ami létezik. A létező bennem az a hit, tömör vagy fényes, lehet sötét, akkor sűrű, nehéz. Bizalom van bennem. Bízom ebben a férfiban. Bízom a gyerekeinkben, a lányaimban, a fiaimban. Bízom ebben a negyedikben, a kis dilemmában, így fogom becézni a kis dilemma. Bízom a kertünkben, a hisztérikusan termő körtefában, a környező jegennyékben, a disznósajtban, a pelenkában, a fogtömésben, a blúzban, a sörben, az ágyban, a barátainkban, a kavicsban, a halottaimban, a csillagokban. A csillagokban. Kémlelem az eget, bársonyomály és ezüstfény. Részvétel gondolok a csillagok öreg fényére. Most mégis tudom, nem vagyok egyedül. Ennyi ember közt sem. Meg lehet, ezek a csillagok már nincsenek is. Csak a fényük van úton felém. Csak az én szememben vannak. Azért vannak, hogy én lássam őket. Csak ebben a fényben bízom. Ez a fény nincs. Ez egy nincs fénye. Ez a fény a végtelenből való. Ez a fény a szememben van. Hogy tehát végül más sincs, mint ez a messzi bizalom, ahogy írva van, a mindenségben és a mindenségen belül a legkisebb porszem sorsában is. Ámen.